Az egésznapos programra a fővárosból, Zalaegerszegről, Komlóról, valamint Pécsről is érkeztek versenyzők. Összesen 13 csapat mérte össze tudását. A szervező Dombovári Röplabda Akadémia 2012-ben indult. Eleinte a mérkőzések baráti társaságok között folytak, ebből szerveződött az egyesület. Az idő előre haladtával az utánpótlás nevelés került a középpontba, és megkezdődött a toborzás a helyi iskolákban. Elkezdtük az általános iskolákba toborozni a gyerkőcöket. Kezdetekben ilyen szerényebb létszámmal, ilyen 12-15 fővel indultunk, és a gyerekekkel volé 20-20 bajnokságba indultunk el, ami egy remek kezdeményezés a Magyar Röplabda Szövetség részéről. Sajnos így a iskolaváltások miatt, tehát hogy elbalagtak a gyerekek, financiális problémák miatt is egy időre abban maradt ez az utánpótlás nevelés, és újra 2018-ban kezdtük el komolyabban foglalkozni a kérdéssel. Először egy pesti akadémia segítségével indultunk el országos bajnokságba egy csapattal, középmezőnyben szerepeltek a lányok. Ezen felbúzulva későbbi években már tudatosabban kezdtük a toborzást. Ennek eredményeképpen ilyen 55-60 főre duzzadt föl a létszáma és egyesületünknek. És most már mind országos bajnokságban, mind ebbe a röpsuli programban, amit már említettem, négy csapattal versenyzünk. Emellett megmaradt a felnőtt szakosztály is, jelenleg 60 főt mondhat magáénak az egyesület, akikből négy csapattal vesztek részt a viadalon, és ők szervezték a mostani versenyt is. A mix elnevezés onnan jött, hogy az egyes csapatokban vegyes korcsoportú és nemű sportolók játszhatnak. Immáron most már, ugye hagyományosnak mondható, 14. alkalommal rendezzük meg ezt a mix röplabda tornát. Ugye, ahogy lehet látni is, fiúk és lányok vegyesen szerepelnek a csapatokban. Kikötés az, hogy mindenképpen három lánynak szerepelnie kell. A férfi felnőtt hálóhoz mérte kicsit alacsonyabb hálómagassággal játsszuk a mérkőzéseket. A sport népszerűsége évről évre nő, főleg a női mezőnyben. Dombóváron is próbálkoztak mind szélesebb körben űzni ezt a sportformát. Sport népszerűsége úgy érzem, hogy kezd feljönni az utóbbi években. Tőlünk nem messze nagyobb múltú egyesületek, ugye egy Kaposvárra gondolok, Nagybolyomba is igen aktív röplabda élet van már évtizedek óta. Hát próbáljuk fölvenni a versenyt velük, illetve a fonalat, és mind nagyobb népszerűséget és tömegbázist teremteni a röplabda sportnak. Ha megnézzük a hazai, tehát a felnőtt eredményeket, ott is nagyon szép sikereket értünk el az utóbbi időben, főleg a női mezőnybe, ugye itt a Európa-bajnokságra gondolok. Férfi mezőnyben még van mit fejlődni, és hát romosan ugye fejlődik ez a sportág is, mind inkább gyorsul. Játékosok erősebb fizikumban rendelkeznek, gyorsabbak, erősebbek, úgyhogy Dombovár is próbáljuk minél jobban népszerűsíteni a sportágot. Az egyesület folyamatosan építi kapcsolatait az iskolákkal, hiszen ez jelenti a hosszú távú fennmaradás lehetőségét. Ez a torna is a sportág népszerűségét célozta, hiszen kiderül belőle, hogy minden korosztály számára jó mozgási lehetőséget és jó társaságot biztosít az akadémia.